Sziasztok! Trisztra vagyok, ő pedig Rigor. Azért jöttünk már hozzátok, hogy néhány hasznos tippet adjunk, hogy a neveljétek a sárkányotok. Igen, Rigor, elhoztam a könyvet. Mi? De hát ebben minden benne van. Hogy a tapasztalataimra kéne hagyatkoznom. Jó, majd meglátjuk. A sárkányidomárok kézikönyvében szereplő első lecke is azt mondja... Jó, felolvasom. Szóval az első lecke... A sárkányod a főnök. Fogadjunk el minden ajándékot tőle, hiszen szeretetből jön, vagy egy ombrából. Csak arra vigyázzunk, hogy a feloklendezett ajándékok később felrobbanhatnak. A következő lecke is a testépségünk megőrzésére szolgál. A sárkányunkat soha ne irányítsuk az arcunkra, vagy annak közelébe, testünk teljes pusztulásához vezethet. Na látod, Rigor, ez egy hasznos tanács. Nos igen, az éhes sárkány szomorú sárkány. Vagy hisztis sárkány. Etessük gyakran a sárkányunkat. Nehogy megéhezzen és eszébe jusson fel, hogy áó! Mondjuk minket. A sárkányok általában szeretnek elbújni. A mi? Gyakori tévedés, hogy a sárkányok szeretnek aranyjal töltött barlangokban élni. Szerintem jobban szeretnek a szabadban repkedni és hancúrozni. Kivéve, ha esik az eső, vagy egy különösen jó film megy a tévében. Igen, ha egy különösen jó, nem horror film megy a tévében. Jól van, te! A sárkány poci a barátunk. Ha a vadonban ér minket az éjszaka, és nincs mivel tábortüzet gyújtani, csak csiklandozzuk meg a sárkányunk pociát, és kapunk egy többnyire nem halálos láncsóvát. Persze ne vigyük túlzásba a sárkányunk szeretetését. Ha túl erősen szorítjuk meg a pocakját, apró tűzgolyókat fog felkötődni. Bár ezt fordíthatjuk a harcban az előnyünkre. Terítsük be az ellenfeleket sárkánytűzzel, melynek hatására jellemzően füstölődő olykor nyöszörgő hamukupaccá válnak. Hát nem csupa móka egy sárkányidomár élete? Bármilyen csínyt is követett el a sárkányunk, helyesebben mi, ugyanis a sárkányunk sosem hibás, az a legbiztosabb, ha inkább azonnal elhagyjuk a területet. Végezetül ne felejtjétek, hogy a sárkányatok, ha még fel nem nő, nem fog elbírni titeket. Addig nektek kell cipálni a csinos popóját. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Sikeres túlélést! Mi? Nem is azt mondtam, hogy nagy a feleket. Köszönjük szépen a sárkány neveldő órát, és...